Visszatérnek a repülők Székesfehérvárra. A Börgöndi ég és föld közötti légi kavalkádon láthatjuk majd napjaink legnagyobb teljesítményt nyújtó pilotáit, Besenyé Pétert és Verez Zoltánt is. Az egésznapos programokon kiváló lehetőségekhez juthatnak az Albatrosz Repülőegyesület szakosztályainak tagjai is. 95 éves Fehérvár repülés története, és ez kötelezi az egyesületet is természetesen. Talán ennek köszönhető az is, hogy ezen a repülőnapon három világ és Európa bajnokot fogunk itt vendégül látni, ami azt gondolom, hogy elég nagy szó, hiszen ők egy nagyon keresett pilóták a világ minden repülő bemutatóján, és most ezen a vasárnap, szeptember 11-én Börgöndön fogja mindhármajuk elkápráztatni a közönséget. A repülés szerelmeseinek újra lehetőséget nyújtó egyesület megkapta a segítő kezet, az ejtőernyősök mellett a motoros vitorlázó és sárkányrepülők is légtérhez juthatnak. Nem elsősorban fővédnöke vagyok ennek a rendezvénynek, hanem egy olyan szülő, aki évek óta a gyermekeivel együtt megy mindig a repülőnapra, és szülőként tudom azt mondani, hogy csodálatos élmény a család minden tagjának ez a rendezvény, ez az esemény, ezért én invitálok, kérek, és természetesen biztatok is mindenkit arra, hogy saját maga jöjjön el, és személyesen győződjön meg arról, hogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb hagyományú és legértékesebb rendezvény Székesfehérváron az Albatrosz Repülő Egyesület által szervezett repülőnap. Mindenki győződjön meg személyesen arról, hogy ez valóban így van, fogadja el a meghívásunkat, és vegyen részt ezen a szép rendezvényen. Székesfehérvár önkormányzata 5 millió forinttal járul hozzá a repülőnap megrendezéséhez. Az egyesület 5000 ingyenes belépőt biztosít a diákoknak és kísérőiknek. Az Albatrosz Repülő Egyesület 9 órától ingyenes nosztalgia buszjáratokat indít a piactérről.